Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és az ötödik témakörünkről lesz most szó, természetes, természeten kívüli és természet feletti adományok a világ teremtésének a tükrében, és fogunk beszélni ebben a témakörben még a magánkinyilatkoztatásokról röviden, és a Mária jelenésekről. Ugye a háromféle adomány, a természetes, a természeten kívüli és a természet feletti adomány végső soron az Istentől származik, mint ahogy minden létező az Istentől származik. Nézzünk rá egy-két példát. Természetes adomány valakinek például jó sport tehetsége van, vagy fejszámoló, vagy valamiben különlegesebb képessége van. Jó távolugró például, vagy magasugró. Természeten kívüli adomány az minden természet feletti adomány ide tartozik, de nem csak a természet feletti adományok. Ugyanis nagyon jól tudjuk azt, hogy Isten, amikor a szellemi teremtményeket, az angyalokat és az embert megteremtette, ugye az angyalok teremtése után az angyaloknak egy része engedetlen lett, lesz erről szó az angyaloknak a megváltásáról, illetve az elkárhozásáról, az engedetlen angyaloknak az elkárhozásáról, és éppen ezért az angyalok, mint szellemi teremtmények adhatnak úgynevezett természeten kívüli adományt az embernek is. Tehát az bukott angyaloknak sajnos, ugye ezt mondhatjuk, hogy nincs teljességgel lekorlátozva a cselekvési területük. Hát persze ezt a sajnos most úgy kell mondanunk, hogy emberi szempontból nyilván a rossznak a misztériumát nem tudjuk átlátni nyilvánvalóan, de egyet tudunk, hogy a rossznak az oka, okozója soha nem az Isten, hanem a szellemi teremtményeknek az Isten ellen való döntése. Tehát a természeten kívüli adományok nem mind természet felettiek, de nem is természetes adományok. Például valakinek ugye éles látása van, mondjuk lelki értelembe lehet, még ezt ide hozzávenni természetes adományként, és a természet feletti adomány az a kegyelem, ez a harmadik, tehát a természet feletti adomány, ami az Istennek a kegyelme, ugye ez ingyenes, ez nagyon fontos, az Isten kegyelmét lehet kérni, kell is kérjük, mindig kell kérjük. Ugye érdekes dolog az imádságról, mondhatjuk azt, hogy nem azért kell imádkoznunk, most itt a kell szót egy kicsit idézőjelbe tenném, tehát nem azért kell imádkoznunk, hogy az isteni rendelkezést megváltoztassuk, hanem azért, mert az Isten úgy kívánja, hogy az ő rendelkezései a mi közreműködésünkkel, szabad akarati döntésünkkel, amelybe a mi imádságunk is beletartozik, ezáltal valósuljon meg. Tehát az Isten közreműködőként hív minket azáltal, hogy mi imádkozunk. És éppen ezért felesleges ima és úgymond meghallgatatlan ima nincsen, jól lehet az Isten nem mindig úgy hallgatja meg az imádságunkat, ahogyan azt mi kérjük, vagy ahogy mi gondoljuk, hogy nekünk az jó lenne. Bizony itt is
bízni kell az Istenben, ami sokszor igen-igen nagy nehézség, mert nagyon keveset látunk ebből, bízni kell az Istenben, hogy nekünk, és aki jó szándékkal keresi őt, vagy keresi az igazságot, annak mindig valamilyen formába javára fog válni az imádság, még akkor is, hogyha az Isten nem úgy hallgatja meg azt az imádságot, ahogy azt az imádkozó gondolta, vagy szerette volna. A bűnöknek két alaptípusa van, ugye az eredeti bűn és a személyes bűn, amely bocsánatos bűnre és súlyos bűnre, vagy lelkileg halált hozó bűnre, vagy halálos bűnre tagozódik. Ugye az eredeti bűn, ez az embernél van, ez tulajdonképpen analóg értelemben bűn, mert nem személyes vétek, hanem az Istentől való elfordítottság állapotába van, és egy csecsemő például, aki megszületik, az el van fordítva Istentől, de a teremtményekhez bűnös módon nem tud odafordulni, mivel nincs tudata. Miért mondjuk ezt? Hát azért, mert a bocsánatos bűnt azt úgy definiáltuk, hogy aki bocsánatos bűnt követel, az az Istentől nem fordult el, de a teremtményekhez tudatosan és szándékosan bűnös módon odafordult. Természetesen itt nem nagyon fontos az, hogy a bűnös módon való odafordulást értsük, tehát természetes, hogy a teremtményekhez oda szabad és oda is kell fordulnunk, de mindig csak úgy, hogy a céljának megfelelően, tehát a erkölcsel, illetve az isteni rendelkezéssel összhangban. Ugye a bocsánatos bűnt elkövetőről mondhatjuk analóg értelemben, hogy letér ugyanaz útról, de nem tér el az iránytól. A halálos bűnre pedig azt lehet mondani, hogy hátat fordít az iránynak, tehát hátat fordít az Istennek, tehát elfordul az Istentől is, és a teremtményekhez is bűnös módon fordul oda. És ugye a kegyelem az segít a súlyos bűntől való megszabadulásban, ahogy említettük, az új szövetségben a Szent Jónás által. A teremtés és az alkotás közti különbség, most itt a latin szavakat szeretném mondani, ez eléggé közismert szavak, a teremtés az a kreáció, és az alkotás pedig a produkció. Nagyon fontos megkülönböztetni, és ezt bizony-bizony összeszokták keverni, természetesen főleg azok, akiket szándékosan összeszeretnék keverni, a teremtés az az alkotásnak az egyedi esete. És ez tulajdonképpen nem is határozható meg igazán, nem definiálható, mert egyedül az Isten tudja ezt az aktust, ezt a tettet végrehajtani. És az Istennek az ő akaratán kívül senkire és semmire nincsen szüksége ahhoz, hogy létrehozzon valamit, míg az embernek szüksége van egy bármilyen megelőző, úgy mondjuk, hogy hordozóra, amiből alkot valamit. Tehát egy úgynevezett első természetre, hogy abból alkosson egy második természetet. Tehát az ember akaratával nem tud alkotni, mert az ember is maga teremtmény, és a teremtés az egyes egyedül az Istennek a tulajdonsága, és ha lehet így mondani, az Istennek a képessége. No most, hogyha például emberek, proféták, Ószövetségbe, Új Szövetségbe is olvasunk, apostolok csodát tettek, mondjuk, akkor ők azt mind-mind az Istennek az erejével tették,
Tehát ember saját magától soha nem tud csodát tenni, az Istennek az eszköze lehet például egy csoda tevésben. A teremtéshez kapcsolódik egy nagyon érdekes kérdés, amiről csak és kizárólag teológiai következtetéssel, vagy spekulatív teológiával, vagy észszerű logikával tudunk mondani valamit, ez pedig az úgynevezett lelki átöröklődéssel kapcsolatos. Ugye tudjuk azt, hogy az emberről beszélünk most, hogy az ember testét az Isten szándéka szerint a szülők adják, és az animáció, tehát amikor a lélek hát így mondjuk a megtermékenyülés követően a zigótába, tehát az új emberi életbe, ugye most kicsit itt a biológiát is belevesszük, beleszáll, az az Istennek a közvetlen alkotó, teremtő tevékenysége. Ember nem tud lelket teremteni. A szülők, a biológiai szülők, azok testet adnak az új élőlénynek, az embernek, az Isten szándéka szerint, de a lelket az Isten teremti. És nagyon érdekes az, hogy természetesen ugye a gyermek az örökli a szülőknek a génjeit, a génhez kapcsolt tulajdonságokat, testi tulajdonságokat, és fölmerül az a kérdés, hogy miért van az, hogy neveléssel is, de már akár a nevelés nélkül, vagy kisebb korban a tulajdonságok, bizonyos tulajdonságok a gyermekbe is, lelki tulajdonságok átmennek. És erre van egy nagyon érdekes, ez föltevés, de azért ennek ellenére, vagy emellett beszélünk róla, hogy az Isten lehetséges, ez természetesen nincs benne sehol, se szentírásba, se szent hagyományba, de racionális megközelítés, hogy lehetséges az, mivel a test és a lélek nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, hogy olyan típusú lelket teremt, amilyen típusú test majd fejlődik az új ember élete során. Tehát, ha úgy tetszik, olyan lélek, amely hozzásimul, vagy minél inkább hozzásimul ehhez a testhez. Tehát ebből egy kicsit az is kitűnik, hogy esetlegesen az egyes lelkek Isten általi teremtése nem föltétlen, tehát a szülőnek a tevékenységétől, a szülőpár tevékenységétől függ, tehát a gyermeket hoznak létre, és amilyen a szülőknek az adottsága, hát lehetséges, hogyha átmennek ezek a lelki adottságok, hát akkor az Isten az így is közreműködhet. Természetesen most ez egy kicsit elvont kérdésnek tűnik, és erre kézzelfogható bizonyítékot nem találunk, de nem is mond ellen a teológiának. Azt ne felejtsük el, ezt itt szeretném ismételten megemlíteni, hogy a teológia azt mutatja meg, hogy a vallásos hit és az emberi értelem között nincs ellentmondás. A teológiának nem feladata az, hogy maradéktalanul mindent érthetővé tegyen, megértessen az emberrel, mert nagyon sok dolog van, amit nem is érthetünk meg, mert olyan jellegű dolog, ugye, ahogy mondtuk az előző előadásban, Istenről a mi nyelvünkön tudunk beszélni, az Isten nyelvén nem tudnánk beszélni, és az Isten se tudna nekünk az ő nyelvezetén beszélni magáról, mert akkor azt nem értenénk meg. Tehát mi a teremtésnek azon a szintjén vagyunk, ami természetesen egy magas szint, hogy értelmünk és szabad akaratunk van, de ez még koránt sem jelenti azt, hogy mindent meg tudunk érteni. A teremtéssel összefügg, és tulajdonképpen egy kicsit mondhatni azt, hogy
az idők folyamán kiágazása a csoda, illetve a csodás gyógyulások. Ugye a csodának két fajtáját különböztetjük meg, és hát ugye határozzuk is meg, hogy mit hívunk csodának. Minden látványos cselekmény, történés, amely az ismert természeti törvényekkel ellentétes. Tehát lehetséges, hogy olyan esemény, amit mondjuk csodának gondoltak 1000 éve, azt ma már természetes természet törvénye, természetes úton is meg tudjuk magyarázni. És a másik fontos, hogy látványos cselekmény, tehát érdekes módon, ha ezzel a kitétellel definiálunk, ezt egyébként Erdős Mátyás atya egyik lelki gyakorlatában mondotta, ugye ilyen értelemben, de csak ilyen értelemben, az oltári szentség az nem minősül csodának, mert nem látványos. Hát természetesen, hogy más értelemben a legnagyobb csoda. Ugye, ahogy mondani szokták, szintén egy másik lelki gyakorlatból, egy piarista atya mondotta így, hogy kezünk között történik a csoda, anélkül, hogy ismernénk a mikéntjét. Hát vallásos hittel fogadjuk el Jézusnak a szava alapján, ugye Jézusnak engedelmeskedett a kenyér, a csodálatos kenyérszaporításkor megsokasodott, és az utolsó vacsorán pedig átváltozott. Két típusa van a csodáknak, módjában csoda, például egy pszichés gyógyulás, és az úgynevezett dologi csoda, tehát, hogy például Lourdesban fürdés után egy szellemileg beteg ember például azonnal visszanyeri a tiszta tudatát, vagy esetleg egy rendellenesség, végtag rendellenességgel született, meggyógyul belőle azonnal. Hát természetesen erre külön szakbizottságok, orvosi és teológiai szakbizottságok vannak, és nagyon érdekes, hogy itt a természettudomány pont azt tudja kimondani ezekben az esetekben, hogy természettudományos alapon nincs magyarázat ezekre az eseményekre. És a teológiai bizottság pedig ki tudja mondani ennek alapján, hogy nem hitellenes az, hogy például zarándoklatokat tartsunk ilyen helyeken, például akár Lourdesba, vagy más búcsújáró helyekre is. Beszéljünk még itt egy kicsit a Mária jelenésekről. Ugye a Mária jelenésekről is miben tévedhetetlen az egyház e téren? Abban, hogy kimondja azt, hogy az állítólagos jelenés nincs ellentétben hit és erkölcs tanával. Az egyház soha nem mondja ki tévedhetetlenül a Mária jelenésnek a tényét, csak hogy ami ott elhangzott, vagy állítólagosan elhangzott, az nincsen ellentétben hit és erkölcs tanával. És az egyház nagyon óvatos a Mária jelenéseket illetően is, illetve az előbb említett csodákat illetően is. Szokták mondani, hogy az orvosok például Lourdesba sokkal-sokkal több csodát elismernek, mint amennyit az egyház. És nyilvánvalóan az egyház óvatos, és ez az óvatosság ez indokolt. Két típusa van az egyházi állásfoglalásnak, most itt latinul mondanám non constat, nem áll. Vagyis eleve dogma elleneset tartalmaz az állítólagos kinyilatkoztatást, tehát egyház ellenes, dogma ellenes kérdést. Ezzel nem foglalkoznak, ez soha nem fog elfogadásra kerülni. Természetesen ugye tudjuk azt, ha úgy vesszük a másik véglet, hát az ördög is bele tud bújni emberekbe, és tud bizonyos, hát idézőjelbe kinyilatkoztatásokat adni. És a másik módja, a másik nyilatkozat ennek a non-constátnak, tehát ez
ez lehet úgy, hogy eleve elveti az egyház, hogy nem is állja meg a helyét, és a non-constat, tehát hogy nem áll, az lehet egy olyan fenntartás is, hogy újra történik valami, kivizsgálják, és akkor lehet, hogy konstát lesz belőle, tehát akkor megerősítést kap, és akkor állni fog a csodának a tanítása, tehát akkor az egyház azt jóvá fogja hagyni. Tehát ugye két ágazat van, hogy vagy eleve elveti teljesen jogosan, vagy nyitva hagyja a kérdést, és későbbi fejlemények során ez megerősítést kaphat.